Köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére és a mezőberényért kitüntetés átadására rendezett ünnepi testületi ülésem. A mai napon ünnepi testületi ülés keretében kerül átadásra a mezőberényért kitüntető cím, melyet Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a mezőberényért végzett, maradandó, kiemelkedő tevékenység elismerésére alkotott meg. Felkérem Siklósi Istvánt, Mezőberény Város polgármesterét a képviselőtestület döntésének közlésére és köszöntője megtartására. Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink, kedves emlékező és ünneplő mezőberényiek! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján megrendezett ünnepi testületi ülésünkön Mezőberény Város Önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Winter Ilonát, aki a mai napon mezőberényért kitüntetést vehet át. Tisztelt ünneplők! Néhány perccel ezelőtt emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról az 56-os emléktéren. Ez alkalomból szó esett nem csak a hősiességről, de a siker érdekében vállalt nehézségekről is. Mert tisztában vagyunk azzal, hogy minden sikerért meg kell dolgozni, munkanélkül nincs, nem lehet eredmény. A mai kitüntetés is erről szól, a munka iránti alázatról, a kitartásról, nem elsősorban az Isten adta tehetségről. 2012-ben a képviselőtestület átgondolta és megváltoztatta, kibővítette az önkormányzat által adományozható elismerések rendjét. Azonban ez az átrendezés nem változtatott az eredeti szándékon, a mezőberényért kitüntetést tekintjük a városunkban élő és dolgozó személyek legmagasabb elismerésének. A 4/2013 második 26 önkormányzati rendelet 5. paragrafus első bekezdése a következőt mondja ki. Mezőberényért kitüntetés adományozható azon magánszemélyeknek, akik a településen élnek, mezőberényért maradandót alkottak, kiemelkedő tevékenységet folytattak a társadalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, rendészeti, művészeti élet bármely területén, a hagyományok ápolásában kiemelkedően hasznos, értékteremtő munkát végeztek, és ennek révén Mezőberény hírnevét öregbítették, továbbá példamutató emberi magatartásuk miatt egyébként köztiszteletben állnak. Nem véletlen, hogy évek óta rendszeresen nemzeti ünnepünköt kötjük a kitüntetés átadását, ezzel is emelni kívánjuk annak rangját, elismertségét. Hölgyeim és Uraim, különös jelentősége van annak, ha mai kissé zavaros, nehezen kiszámítható jövőt hozó időkben akadnak olyanok, akik minden nehézség, bizonytalanság ellenére hisznek magukban, hisznek embertársaikban, és tudásukat felhasználva kiemelkedő munkát végeznek, amit a döntéshozók elismerhetnek. Esetünkben a díjazott teljesítmény nem csak őt és szűkebb környezetét, hanem példamutatásán keresztül egész városunkat szolgálja. A képviselőtestület 2015/2023 6. hó 26 számú határozatával döntött arról, hogy 2023 évben Winter Ilonának érdemei elismeréseként mezőberény kitüntetést adományoz. A megemlékezések, az elismerések átadása, mint minden más, nem előzmény nélküliek. A jelenlegi testület egy folyamat részese, amikor az előző testületek által adományozott elismerések hagyományát folytatja, és reményeim szerint folytatni kívánják a következő testületek is, mert nagyon sokan vannak, akik munkájuknak, életművüknek,
kiemelkedő teljesítményének elismerését még nem tettük meg. Az elismerésekkel az utánunk jövőknek is üzenünk. Így szabad, és csak így szabad élni, dolgozni, alkotni. Feladatunkat komolyan véve, teljes odaadással, jó értelembe vett megszállottsággal, és főleg emberséggel kell tenni embertársainkért. Ezen gondolatok jegyében a mai kitüntetettünknek nem elsősorban hazai és nemzetközi szinten elért eredményeiért, 267-szeres válogatottsága, olimpiai negyedik helyezése, kosárlabda sportban mutatott kiemelkedő munkája okán javasoltam az elismerést. Ezen eredményeket nem kisebbítve, sőt azokat kiemelve elsősorban azért adjuk a kitüntetést, mert bár országban bárhol élhetne, hiszen minden kosárlabdával fertőzött városban szívesen látnák, ő mégis visszatért szülővárosába. Nehéz nekem ez. Tehát visszatért szülővárosába, hogy itt kamatoztassa tudását. Itt adjon a gyermekeknek olyan muníciót, ami egy életre meghatározhatja a személyiségüket, a munkához való viszonyukat, a nehézségeken át való felülkerekedés képességét, a kitartás, a helytállás semmivel össze nem keverendő tulajdonságát, az emberség pozitív személyiség jegyeit. Szerényen, alázattal teszi dolgát. Nem csak tisztelik, de szeretik a vele dolgozók, a vele kapcsolatban lévő mezőberények és városunk határain túl is. Igazi példakép. Winter Ilona elismerésének köszönhetően újabb példaképet ünnepelhetünk Mezőberényben. Már régen itt tudjuk magunk között, de talán a példája eddig nem volt annyira ismert a város lakói előtt, mint a kitüntetés azt lehetővé teszi. Tisztelt ünneplők! Megtartva hagyományainkat, az emlékezés és ünneplés részeként ünnepi testületülés keretében kerül átadásra Mezőberényért kitüntetés. Kérem, hallgassák meg az elismerésben részesülő Winter Ilona méltatását. A legszebb pillanatok egyike, amikor ünnepelünk és eredményekről, sikerekről szólunk, úgy, hogy abban benne van egy életút, a hosszú évek munkája, edzések, izzadság, akár a fájdalom, a kudarc. Benne van a sikert elért versenyző, a család, a barátok, a csapattársak. Ma Winter Ilona kosárlabdázót ő köszönhetjük, aki mérhetetlenül szereti a kosárlabdát, a sportot. Ez az élete, és ezzel érte el pályája sikereit. Winter Ilona 267-szeres válogatott kosárlabdázó Mezőberényből indulva egy nagy ívű sportpályafutás után tért vissza szülővárosába, saját megfogalmazása szerint hazajött. Itt született, és tanulmányait is szülővárosában végezte. Már általános iskolás korában lételeme volt a mozgás, és Molnár Miklós edző hatására korán 13 évesen elköteleződött a kosárlabda iránt. Egy év múlva már Tatán volt a magyar ifjúsági válogatott edzőtáborában. A gimnázium csapatával Molnár Miklós edzősége mellett négyszer nyert országos középiskolai bajnokságot, és ez idő alatt a mezőberényi NB2-es csapatban is játszott. Utolsó gimnáziumi éve alatt kiválasztás útján bekerült az ifjúsági válogatottba, majd az érettségi után 1973-ban Miskolcra igazolt az NB1-es DVTK-ba, ahol a vidék legjobbjaként 5. helyezést ért el a csapat. A magyar női kosárlabda válogatottba 10 éven keresztül játszott, 267-szer öltötte magára a címeres válogatott mezt. 1984-ben az olimpiai selejtező tornán Kubában női válogatottal kimagasló eredményt ért el, kivívta a 6-os döntőbe jutást. A magyar női kosárlabda válogatottal elért eredményei. Az Európa-bajnokságokon 6.-3. helyezés mellett a kosárlabda VB 9. helyezése és az 1980-as moszkvai olimpián 4. helyezése is nagyra értékelhető. Kitüntetései között szerepel Sopron városáért kitüntetés,
A halhatatlan legenda cím az elmúlt 50 év legjobb női válogatott játékosaként. 2017-ben szülővárosa mezőberény sportjáért elismerést adományozta részére. Tenyérlenyomata a miskolci sportcsillagok falán található, és kitüntetései között szerepel többek között a Sopron városáért kitüntetés is. 2023-ban a kosárlabda sportágban több évtizeden keresztül végzett kiemelkedő teljesítményéért a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége emlékérmét vehette át. Winter Ilona, válogatott kosárlabdázó, visszatért gyökereihez, visszaköltözött Mezőberénybe, gyermekkora színhelyére, és tudását, szakértelmét a mezőberényi kosárlabda utánpótlás nevelésben kamatoztatja, hogy példáját követve a sportban, a kosárlabdában követőkre találjon. Társadalmi és közösséget segítő megbízásokat is vállal, 2015-ben a kosárlabda 50 éves jubileumára rendezett sportesemény támogatója, a sportünnep nagyszerű háziasszonya, szervezője, aktív résztvevője volt. Évek óta mozgatórugója a senior tornáknak, kosaras barátok találkozójának, melyeket lehetőség szerint Mezőberény ad otthont, és fogadnak több száz kosárlabdázót. Ma is aktív sportéletet él, hobbi szinten most is kosarazik, örömmel játszik senior kupákon, és kiemelkedő eredményeket érnek el csapattársaival. Mezőberény köztiszteletben álló polgára, akit a gyermekek remek edzőként, munkatársai, kiváló vezetőként ismernek. A kosárlabda szeretete és a sport iránti alázat hatotta át egész eddigi életét. Példaértékű az eredményekért, a sikerért végzett munkája, akarata, kitartása. Életútja bizonyítja a mai fiatalság számára, hogy van esély a sportban is maradandót alkotni, hogy a tehetség szorgalommal, kitartó, becsületes munkával egy kisvárosból indulva is kiemelkedőt alkothat. Felkérem Siklósi István polgármester urat és Körösi Mihály alpolgármester urat a díjak átadására. Mezőberény jó hírnevének öregbítése, a mezőberényi fiatal generációk nevelése, a sport területén elért országos és nemzetközi eredményei, a város lakóinak nagyrebecsülése kifejezéseként, a sport területén végzett kiemelkedő szakmai munkája, a közösségért végzett tevékenysége elismeréseként, a városhoz való kötődése alapján, a város lakóinak tisztelete és nagyrebecsülése kifejezéseként, Mezőberény város önkormányzati képviselőtestülete 2023 évben a Mezőberényért kitüntető címet Winter Ilona 267-szeres válogatott kosárlabdázónak adományozza.
Átadom a szót, a díjazott kíván szólni. Szeretettel köszöntök minden megjelentet. Hát nagyon nehéz megszólalni. Igazából nagyon hálás vagyok, és megtiszteltetőnek érzem ezt az elismerést, és nagyon büszke vagyok arra, hogy érdemesnek találtak erre a díjra. Akinek szeretném megköszönni, természetesen nagyon sokan vannak. Elsősorban a szüleim, akik ugye ezt már nem érhették meg, de szerencsére a pályafutásom elején azért személyesen is végigkísérhették, illetve segítettek abban, hogy az álmaimat valóra válthassam. Nagyon megköszönném az említett Molnár Miklósnak, nagyon korán elment sajnos, és nélküle én ma nem állnék itt, ez biztos. Nekem apám helyett apám volt, amikor Miskolcon voltam, tehát maximálisan támogatott és egyengedte azt, hogy elérjem az álmaim célját. Szeretném megköszönni természetesen a családomnak, akik nagyon sokszor nélkülöztek nyilván. Bocsánat, de remélem azért jó anyuk voltam a gyerekeknek. Szeretném megköszönni az unokáknak, barátoknak, minden egyes mezőberényinek. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy újra mezőberényben élek, és hálásan köszönöm azt, hogy annyira nagy szeretettel fogadtak itt mezőberénybe. Én nem gondoltam, hogy ilyen valaki is emlékszik még. És igen, ahogy elmondta polgármester úr is, én úgy érzem, hogy hazaérkeztem. Én nagyon jól érzem magam, érzem, hogy szeretnek, szeretet lesz körül, és én is próbálok úgy élni maximálisan a tudásom és minden egyes lehetőséget megragadva, hogy segítsem a fiatalokat, a sportéletet és egyáltalán mindenkit, akit csak tudok. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon többet nem is szeretnék mondani, mert nem is nagyon tudok mit mondani, rettenetesen boldog vagyok, nagyon hálás, és mindenkinek nagyon köszönöm. Köszönöm szépen! Mezőberény város vezetése és lakói nevében Winter Ilona díjazottnak további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk. Siklós István polgármester úr kíván szólni. Lehet, hogy nem kell hozzám mikrofon. Kedves Icus, nekem se tűnik. Mi együtt kezdtük, csak te messzebbre jutottál. Vagy ha úgy tetszik, akkor én hamarabb hazajöttem. Én köszönöm neked, hogy vagy nekünk, hogy visszatértél a mezőverénybe, és mondom, hogy nem könnyű nekem sem. Kívánom, hogy nagyon sokan kövessék példádat az utánunk jövő közül, az utánad jövő közül, tanítványait közül, azok közül, akikre te igen-igen nagy hatással vagy. És kívánok nagyon jó erőt, egészséget, kívánom, hogy 90 éves korodban is a szeniorokkal játsszál még együtt, és akkor minden rendben lesz. Gratulálok a kitüntetéshez.
Testületi ülésünk végén megköszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték díjátadó ünnepségünket. Kérem Önöket, hogy maradjanak velünk, és egy pohár pezsgővel köszöntsük Winter Ilona kitüntetését. Mezőberényváros önkormányzati képviselőtestülete nevében a továbbiakban szép napot kívánok Önöknek!